találkozó. 10 óra, 17 perc, londoniás, majd újra mozsik a labda útja, aztán Hidegkuti, egy csel csinál, most lőjek, most jövünk át majd a félvonalon, Puskás felé, már is Hidegkuti a labda, Hidegkuti áttör a félvonalon vele, most az Tibornak, Tibor száguld a labdával, viszi, előre rúgás, utána síp szó, a játékvezető valami szabálytalanságot látott, szabad rúgása, milyen javára? Játékosok, és már is jó eljönne előre, bravo Lóránt a félvonalon, és Puskás fejére teszi a labdát, aztán Hidegkuti, Hidegkuti keresi a labdával, Matthews áttörne ott a magyar védőkön, visszafelé játszik el, egy jó beadás, jól is száll a labda befelé, ott van Hidegkutinál egy pillanatra, vissza kell jönnie érte, a 16-os térfére, átvágja keresztben a másik oldalra Hidegkutinak a labdát, Puskásé, Puskás a 16-oson van, ketten állnak mellette, vissza Hidegkutinak, Hidegkuti első félidő 10. percében, a kapus kirúgás ellöki, mégis az övé a labda, tovább Cibor, egy pillanatban Kocsik lábában megakad, Kocsiké minden labda, aztán Hidegkuti, milyen jól játszik, merelni tudja az angol játékost, és már is a miénk támadása jön előre. Hidegkutinál van egy pillanatban a labda, Hidegkuti Puskásnak adja. Löcsi most Hidegkutinak, Hidegkuti lő, gól! Gól, és a játékvezető offside-ot ítél, hát egy ilyen gól, te jó ég, hát mit csinált a játékvezetője pillanatban? Hallatul játszunk ebben az első percben, ezekben az éhány támadásokban megmutatkozik, után Lóránt lábáról kerül előre, tovább Hidegkuti az a labda. Hidegkuti hátravont középcsatát játszik, de gyönyörűen, aztán Kocsisé, Kocsis elfordul a labdával, szép testcsel, aztán Hidegkuti, Budai fejére száll a labda, onnan tovább Zakariás, és Zakariás laposan, jól van, földön Hidegkutinak. Hidegkuti már is megint egy csel csinál, de milyen jó csel, elfut mellett az egész angol. Tovább teszi Hidegkutinak, megint közeledünk a 16-oshoz. Hidegkuti a 16-osnál be a hálóba, és pedig Puskásnak, Puskás Hidegkutinak, Hidegkuti lő! Mellé szállok, és Mortensen majdnem rámegy a labdára, el is sípné, de Gross is gyorsabb nála, kidobja előre, ez egy kicsit könnyelmű volt, kár ilyet erre felé küldeni, de már is Hidegkuti megy el a labdával. Ott oldalvonal mentén, aztán oda küld, bedobás következhet, Buzánszki veszi kézbe a labdát, Hidegkuti lábára teszi, Hidegkuti ragyogóan játszik, Bosiknak adja, Bosik leállítja, vissza Hidegkutinak, Hidegkuti egy csel csinál, még mindig nála áttör a védőkön, a tizenhagy Bosik azonban megállítja, és már is Bosik előreadása Hidegkuti törre, leesik, hey, nem futjol a bíró, de Hidegkutinál a labda lövés, gól! Piramot tartani tudják, vigyázunk, megint Nándi az, aki azt védje, rúgja most előre jobb lábbal a labdát, Hidegkuti felé tovább, Hidegkutinak, Hidegkuti laposan tovább, Budesze, gyönyörűen játszőre, ott van Hidegkutinál, Hidegkuti lába mellett, efelé vágja Hidegkutinak, ellen még soha külföldi csapat nem győzött Anglia ellen, de most a majd most nálad a labda, az újrakezdés után odaadja Hidegkutinak, Hidegkuti leveszi, és aztán jobban lő, szerzi meg az angolok jobb hátvédje. Ő egy csel csinál, még mindig nála van a labda, egy pillanatban megtámadja most Hidegkuti. Benyúlt úgy, hogy megint szerelni tudtak az angolok, de aztán Hidegkuti. Hideg pillanatban Budai hátrafelé gorigázik, Buzánszki Hidegkutinak, a sejt egy gyönyörűen Hidegkutinak. Hidegkuti sarokkal küldi tovább maga elé, aztán kitör a labdával. Most egy csel már a 16-oson belül van, lövés, lepattan. Most előre vágódik a labda, Kuti a labda, Hidegkuti leveszi, aztán becsapja a rátámadó. Hallgatóim, mert a pillanatban már a milyen is cselez, odaadja Hidegkutinak a labdát. Hidegkuti megállítja egy pillanatra, már ott vagyunk az angol csapat térfelének közepén, egy kicsit lassan fut fölfelé a labdával, az angolok hátrálnak, most Lóránt állítja meg, Hidegkuti a labda, Hidegkuti megfordul, Hidegkuti megtolja a labdát, Kocsis jobbra jár, elkezdi lábáról a labda, de Hidegkutinak, na Zakariás jól van, mégis Martenseni a labda, aztán Lóránt leállítja, nyugodtan odaadja Hidegkutinak, sokat ír ez a nyugalom, Hidegkuti hozza játékba a labdát, Hidegkuti élesz, Hidegkuti Cibornak adja, Cibor igyekszik Puskást keresni a labdával, de nem Hidegkutinak adja, Hidegkuti Buzánszkinak a most adja tovább Hidegkutinak, Hidegkuti Kocsisnál ad a labdának, laposan teszi Hidegkutinak, Lándi lőj, nem tud lőni, visszaadja Puskást, áttör a magyar védelmen, de aztán Hidegkuti az, aki szerel, és már is ő hozza ki a labdát, gyönyörűen szökteti Kocsis, Kocsis Hidegkutinak adja, Hidegkuti a 16-osnál van, lőj a labda, majd Puskás, aztán újra Budai, majd Hidegkuti, az angol védők szerelnek, és Dickinson a bal fedezet hozzá át a labdát, a Hidegkuti fejéről hátrafelé száll, ott van Bozsiknál vagyunk, Puskás fölemeli, Hidegkuti lő, gól! Angol játékosok belenyúlnak, Hidegkuti nyargal utána, elcsípi a labdát, nincs elveszett labda a magyar játékos. Mondtattuk fiúk, na nem baj, a védők most felszabadítanak, Hidegkuti a labda, aztán Budai, Budai szágú, Puskás Budainak adja, Budai hátra Hidegkutinak, a csatáson laposan gurigázik, Hidegkuti Bozsiknak hátrafelé, Hidegkuti újra, Hidegkuti tovább pöckölik, Kocsisé, aztán idejön Bozsiknak, magyar vezetésnél, Hidegkutinál van egy pillanatban, Hidegkuti Budainak adja, Budai igyekszik elmenni vele, Hidegkuti aztán a labda, tovább, Hidegkuti
Rákuti, add már tovább, most adja Budainak, megint nagy hely, süldözi, íveli befelé a labdát. Aztán kifejelik a védőjátékosok, Hidegkutinál éppen forog, de aztán tovább is tudja adni a labdát, ott van Hidegkutinál. Hidegkutinál, ne könnyelmisködjünk, hiszen itt vagyunk, jól száll, Krosics kiöklözi, és aztán megtolja a hidegkutinát. A pillanatban a kapukirúgás elvégzése után Bosik fejjel tovább tette Hidegkutinak a labdát. Hidegkuti megállítja, aztán Kocsis én majd vissza ide, hogy futja erejéből, ennyi mindenre. No de nézzük, most már ott van Hidegkutinál a labda. Kocsis Budainak adja, Budai Hidegkutinak. Hidegkuti 20 méterről lő, lepasztan az egyik játékosra. Újra Hidegkuti, aztán Cibori, Krosics kiugrik, de nem tudja elcsípni a labdát. Rob lőni készül, azonban Hidegkuti jön hátra. És szerelni tud a magyar csapat felé. Kocsis leteszi a labdát Hidegkutinak. Hidegkuti odaadja a labdát, és Budai szerzi meg a magyar csapat tér felének közepén. Hidegkuti a labda, Hidegkuti a középcsatár helyén mozog. Kocsis kint van a jobb oldalon, na most Hidegkutinak laposan teszi. Hidegkuti lő, a kapus kijön arról. Hidegkuti már előre tör, ott van mellette, és hogy száguld a labdával. Hidegkuti Puskás lábára befelé a labdát, Hidegkuti pedig ott, hogy Gellér vágja ki a labdát ököllel. Ott van az Mortenzené a labda, Bosik szerel, Hidegkuti. Közben szabadrugás járt, tehát ez Bozsik kifejezte.